Mindenkit köszöntök a szimulátor ismertetésének jelenlegi adásában. Most az androidos részvénykalkulátort szeretném ismertetni. Először is telepítsük. Letöltések. Letöltés. Megnyitás. Telepítés. Megnyitás. A program ötféle számítási módot tesz elérhetővé. Nézzük meg az első fülön a felvásárlás részt. Amikor a vállalatot felvásároltuk, 8 millió dollárnyi nettó tárgyi eszközzel mintegy 2 millió dollár eredményt ért el. Írjuk be ezeket a számokat. 2 millió dollár eredményt ért el. A piacon nem volt monopólium helyzetben, és mintegy 10%-os az elvárt hozam. A felvásárlási érték mintegy 25 millió dollár. Tételezzük fel, hogy ennél átlagosabb, képzeletbeli vállalatunk is 2 millió dollárt keresett, ám a szokásos működéséhez 18 millió dollárnyi nettó tárgyi eszközre volt szüksége. A működéshez szükséges tárgyi eszközökön csupán 11%-os hozamot elérő vállalatunk szerény vagy semmilyen üzleti goodwill-el nem rendelkezne. Nettó tárgyi eszközértékért. És 18 millió dollárt is megszerezhető lenne. Írjuk át még egyszer. A vállalat ezzel szemben 25 millió dollárt fizettünk, noha az sem ért el nagyobb eredményt, és kézzelfogható eszközeinek értéke fele annyi volt. A kevesebb valóban lehet több, ahogy azt vételi árunk sugallja. A válasz igen, még akkor is, ha mindkét vállalattól változatlan értékesítési volument feltételezünk. Amennyiben a vevő tartós inflációs környezetre számít, ahogy mi is tettük azt 1972-ben. Képzeljenek el egy vállalatot, amelynek nettó értéke, amelyet teljes egészében tárgyi eszközei adnak, részvényenként 20 dollár. Tételezzék fel továbbá, hogy a vállalat saját maga kifejlesztett valamilyen nagyszerű fogyasztói márkát, vagy elég szerencsés volt ahhoz, hogy közvetlenül az FCC-től megszerezzen néhány fontos tévécsatornát. Ez azt jelenti, hogy jelentős monopólium birtokában van. Ennek következtében jó sokat keres tárgyi eszközein, mondjuk részvényenként 5 dollárt, azaz 25%-ot. Nyilván itt a kockázat is nagyobb lesz valamennyivel, hiszen az FCC átadhatja másnak is ezeket a csatornákat. Ilyen pénzügyi mutatók mellett részvényenként 100 dolláros vagy annál is magasabb áron foroghat, és ezt az árat a teljes vállalat tárgyalásos eladása során is elérheti. Tudomásom szerint ez a felvásárlási formula még nem lett publikálva. Minden esetre óvatosan használjuk, mert a 70-es évekre vonatkozik. Ne felejtsük el, hogy ez a formula nem a belső értéket mutatja, hanem azt az összeget, amit hajlandóak vagyunk ténylegesen ki is fizetni. Amennyit egy vállalatért kifizetünk, az mindig kevesebb, mint a belső értéke. Tehát nézzük meg a klasszikus 100 dolláros céget. 100 dollár a tőke, 10 dollár a hozam, nincsen monopól helyzetben, és mintegy 10% az elvárt hozam. Ebben az esetben a javasolt vételár 83 dollár. Két dolgot nagyon fontos megértenünk. Az egyik, hogy ez a formula a 70-es évek elejéről származik, a másik, hogy olyan vállalatok értékelésére használható, amelyeket ténylegesen meg akarunk venni és működtetni. Ha cukorkát vagy kiflit árulunk,
akkor ennek az ára nem változhat 10 cent és 100 cent között össze-vissza, ahogy a jegybank éppen az alapkamatot megállapítja. Tehát, hogyha látjuk, hogy most 83 dolláron áll a vételi ajánlat, hogyha ezt átváltjuk nullára, akkor mindössze 91 dollárra változik az ár. Állítsuk be az alapszámokat, tehát 8 millió dollár, 8 millió dollár a hozam, és mintegy 10% a hozamigény. Nézzük meg, hogy néz ki ez manapság. A hozam környezetet állít, és nézzük meg, hogy mennyit számol ez a képlet. A 25 dolláros vállalatra 124 dollárt hoz nulla kamatszint mellett. Ha a hozamszint 2%, akkor 100 dollár, ha 10 lenne, akkor 46 dollár lenne ezzel a képlettel. A 46 dollár mintegy kétszerese annak az árnak, amiért a 70-es években egy ilyen vállalat ténylegesen meg is lett vásárolva. Nézzük meg a harmadik formulát. A harmadik fülön egy újabb képlet található. Én nem szeretem ezt a képletet, mert szerintem túlárazza a távoljövőt. Nézzük meg, hogy a hozamra és a tőkére mekkora értéket rak. És a végeredmény is túl magas az én ízlésemhez képest. Ha összevetjük a klasszikus 100 dolláros céggel, akkor látszik, hogy 106 dollárt kapunk, ami szerintem túl magas érték. És mondom, szerintem a tőke túl van értékelve ebben a képletben. Ezért kismértékben megváltoztattam. Mindenki kapcsolódik. Mintegy 15%-kal növeltem a hozamot, 8%-kal csökkentettem a tőkét, és így összességében mintegy 3%-kal lett kisebb a vállalat érték. A 100 dolláros cég esetén 1,4%-kal növekedett a hozam, 8%-kal csökkent a tőkeérték, és így értük el a 100 dollárt. Ehhez nyilván kismértékben meg kellett változtatni magát a képletet is. A világ ugyan megbolondulhat, de nekünk nem feltétlenül kell ezt a megbolondult világot követnünk. Ezért a kockázatmentes hozamot 6%-kal, a kockázatot pedig 4%-kal kiegyensúlyoztam. Az utolsó fülön egy olyan formula, sőt két formula található, amit Szombatfalvi Lászlóval való levelezésünk során alakítottam ki. Ez a formula követi az általa leírt számpéldákat. 6%-os kockázatmentes hozam mellett és 12%-os totál hozamigénynél 6% a kockázati hozamigény. Ha 100 dollár a saját tőke és 10 dollár, azaz 10%-ot hasznot hoz minden évben, akkor a részvény 83 dollárt ér, itt az alsó szám, hiszen ekkor kapunk 12%-os hozamot az árfolyamra. 6%-os kockázatmentes hozam mellett és 15%-os totál hozamigénynél 9% a kockázati hozamigény. Ha 100 dollár saját tőke 10 dollár, azaz 10% hasznot hoz minden évben, akkor a részvény 66,67 dollárt ér elméletben, hiszen ekkor kapunk 15%-os hozamot az árfolyamra.
Tehát a saját tőke és a kockázatmentes hozam nem elég az érték kiszámításához. Tudni kell, hogy hány százalékos a tőke hozama, százalékban belátható időn belül, és mennyi a totál hozam igény. Nem szabad összekeverni a saját tőke növekedését a befektető hasznával. Ha a tőke 100, a tőkehozama 10%, azaz megfelel az átlagos hozamnak, tehát a nyereség 10, de a kockázat jóval magasabb az átlagnál, akkor a befektető leértékeli a saját tőkét például a 2/3-ára, hogy 15%-ot kapjon. De ha 4-et kiosztanak osztaléknak és 6-ot megtart a vállalat tőke növekedésre, akkor a befektető azt a 6 dollár új saját tőkét is leértékeli a 2/3-ára, 4 dollárra, úgy ahogy írtad, tehát csak 8 dollár, azaz 12% marad meg a befektetőnek. Ebből a tanulság, hogy ha a hozam normális, de a vállalat az átlagnál kockázatosabb, akkor az egész hasznot ki kell osztani osztalékban, különben a befektető nem kapja meg az egész hozam igényét. Tehát a növekedést, azt levesszük nullára, az osztalékot pedig 10-re emeljük, és így kapjuk meg a 66 dollárt. A legfontosabb előfeltétele a sikeres tőzésnek fundamentális alapon, hogy jobb prognózist csináljunk legalább 5 évre előre, mint a piac átlagban. Az is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy jutunk ebből a prognózisból az indokolt kurzushoz. Ez nem azt jelenti, hogy az összes jegyzett cégre prognózisokat kell csinálnunk. Azokkal kezdjük, amikhez jobban értünk, vagy ahol kisebb rizikót látunk bennük. Az a fontos, hogy találjunk néhány olyat, aminek az árfolyama jóval, azaz 30-50%-kal alatta van az indokolt kurzusnak. Az egyszerű számítási módszerektől óvakodni kell. Hogyan lehetne a legközelebbi 6-7 évre való feltevések alapján, minden további feltevések nélkül kiszámítani egy részvény értékét? Az értékelés alapja a cég tőkéje és várható nyeresége az áttekinthető években, az éves jelentések alapján, és azután kb. 10 év alatt mostantól kezdve egy pesszimista és egy optimista feltételezés alapján. A legfontosabb kulcsszám a nyereség a saját tőke százalékában. A befektető hozama az osztalék plusz-minusz az árfolyam változás. Ha a nyereség átlagban 10%-a a tőkének, és a forgalom 6%-kal növekszik évente, akkor a nyereség 40%-át, a tőke 4%-át adhatjuk osztaléknak, hogy a saját tőkéjét növelhesse olyan arányban, mint hogy a forgalom növekszik, azaz a kölcsöntőke aránya változatlan maradjon. Ha a tőke hozama ugyanannyi, mint a befektető hozam igénye, akkor a részvény indokolt árfolyama ugyanannyi, mint a saját tőke, ami egy részvényre esik. Ha a tőke is, a nyereség is, az osztalék is egyformán növekszik, ebben az esetben 6%-kal, akkor a legvalószínűbb, hogy az árfolyam is átlagos 6%-kal emelkedik. De hogy milyen szinten, az a befektetők hozam igényétől függ. Ha megelégszenek 9%-kal, ugye 6 meg 3 az 9, akkor egy 3%-os osztalék, 100 dollár saját tőkénél 3 dollár, az indokolt. 6% árfolyam emelkedés és 3% osztalék. Vagy, hogyha megkapják a 4% osztalékot, akkor 33%-kal magasabb árfolyamat jelent, mint a saját tőke. Itt látjuk, hogy 133. De egy 11%-os hozamigénynél, tehát ez 5, a tőke leértékelődik 20%-kal 80%-ára a tőkének, mivel 5%-os osztalékot kell, hogy elérjünk a 11%-hoz. Vagy pedig ugye az osztaléknak kell 5%-nak lennie. Tehát vagy kell az 5% osztalék, vagy 20%-kal alacsonyabb árfolyam kell. Ez eddig jól hangzik, de vegyük észre, hogy 2% eltérés a kockázati hozamigény százalékban, ugye ez 4, nézzük a 3-at, ott 133, nézzük az 5-öt, az 80, tehát 2% eltérés a kockázati hozamigény százalékban 80 dollárról 133 dollárra mozdítja az árfolyamot. Erre azt válaszolta Szombatfalvi László, hogy ami az én példámat illeti, ne zavarjon meg az,
hogy kis változás a hozamigényben nagy változásra vezet az értékelésben. Ez nem egy pontos tudomány. Senki sem tudja bebizonyítani, hogy 9, 10 vagy 11 százalékos hozamigény helyesebb, mint a többi. Talán elfelejtettem megírni, hogyan használtam én ezeket az elméleti indokolt árfolyamokat. A lényeg az, hogy következetesen ugyanazt a hozamigényt használjuk a hasonló cégekre vonatkozóan. És ha megvan az értékelés az összes részvényre, a listán, akkor már könnyű kiválasztani, melyik részvények a legolcsóbbak, legjobban aláértékeltek a saját értékeléshez képest. Én mindig csak ezeket vettem, függetlenül attól, hogy 30-40 vagy 60-80 százalékos emelkedést jelentett volna, ha az elméleti árfolyam valósággá válik. Szóval az értékelés relatív és nem abszolút. Remélem, hogy ez válasz volt a kérdésedre. Remélem, ez a kalkulátor és az interjúk segítenek majd a saját részvényértékelési stratégia kialakításában. Jó szerencsét kívánok mindenkinek!